Szólítom a Miskolci képviselőjét. Hát nehéz lesz most nekem itt beszélnem egy ilyen előadás után. Őszintén gratulálok a klubtársainknak, akik ilyen szép munkát végeztek. Következő, amit el kell mondani, hogy köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, és nektek is gratulálunk ezzel a gyönyörű évfordulókhoz. Nálunk Miskolcon 35-ben alakult meg az első Rotary klub Lilafüredi palotaszállóban. Tehát ez is természetesen a második világháború során széljen, és 3 évvel ezelőtt alapítottuk újra. Én vagyok a harmadik elnök, még csak, de remélem, hogy lesznek sokkal többen utánunk. Nekünk akkor 3 év múlva lesz a 70. születésnap, ugye? Hogy milyen jól számolok. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy gyerekekkel. Ahogy öregszenek, úgy kezdeném. Az első tevékenységünk az volt, hogy mozgássérült gyerekeknek a mozgatását, tehát autónak a biztosítását, ilyen mikrobusznak a biztosítását intéztük el, mert vidékről járnak be Miskolcra, és összeszedi ez az autó őket, mert hogyha ez nem lenne, sajnos nem tudnának bejárni gyerekek. Hogy odaadhatnám, mert hátul nem hallják. Igen. Megfogom a szemüket. Jó. És akkor a következő, ami szintén gyerekekhez kapcsolódik, a Miskolci kórházban van egy úgynevezett gyerekkórház, és azokban nagyon sok rossz állapotban lévő gyerek van, akiknek csontvérgátlintetése van szükség. És azok a gyerekek, akik még olyan állapotban vannak, hogy nincsenek még eltudonítva, vagy már nincsenek, azoknak megszerveztünk például a színházlátogatást, hasonlókat. És nálunk is megfordult amerikai kislány, annyira megszerette az itt létet, hogy egy év múlva visszajött, most nyáron, itt töltötte a nyarat. És tőlünk is ment ki gyerek, ő Dél-Amerikában volt, Argentinában, hogyha jól emlékszem. Folyamatosan foglalkozunk ezzel is, mert van egy felelőse ennek a Miskolci Földes Ferenc Gimnáziumnak az igazgatója, úgyhogy jó kezekben vannak a gyerekek. A következő dolog, ami még szintén a mozgássérültekhez kapcsolódik, nem tudom mennyien ismeritek Miskolcon a Diósgyőri várat. Ott egy hatalmas nagy lépcsősoron kell fölmenni, hát én szerintem van vagy 20 cent egy lépcsőfok. Most oda építettünk egy olyan felvonót, amire rá lehet állni ezzel a tolókocsival, és fölviszi a mozgássérülteket, vagy a kisgyermekeket, vagy terhes anyákat, szóval akik arra szorulnak, rászorulnak. Amitől most megszabadultatok, meg kellett volna néznetek egy videót, ami az egyik legfontosabb tevékenysége a klubunknak, de sajnos nincsen rá lehetőségünk. És nem a vendéglátóklubba hibás, hanem nem jeleztük, hogy videó lejátszót szeretnénk igénybe venni. És ez az egyik legfontosabb tevékenysége a klubunknak, ami természetesen pénzhez is juttatja a klubot. Minden évben nyáron, amikor elnökváltás van, a Diósgyőri várban nemzetközi Liszkovács versenyt rendezünk. Illetve most az idéntől lett ez csak nemzetközi, még idáig nem volt nemzetközi. Egyre többen vannak. Itt, hál' Istennek, nagyon jó időben kialakítottunk elég sok pénzen 5 darab kovács műhelyt, teljesen komplett kovács műhelyt, ahogy annak ki kell néznie. És ott a diszkovácsmesterek csináltak gyönyörű szép darabokat, de mielőtt ide kerültek, ide jöhettek, azelőtt adtunk ki nekik egy rajzot, és azt kellett megalkotniuk még otthon, ez volt a beugró, és utána pedig ott a helyszínen csinálhatott mindenki azt, amit akart. Ennek az az érdekessége, hogy egyrészt egy hatalmas esztétika élmény, az én nem tudtam, hogy ez ilyen munka,
hogy ilyen szép munka, hogy alakítható a vas a kezükben, úgyhogy ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy ezeket a szép műremekeket, ezt elárverezzük. Miskolci Nemzeti Színházban van egy olyan, hogy páholyparti, az idén már 10. év. Hát ide viszonylag jól szituált emberek váltanak bérletet, és ezen a páholypartin fogjuk megoldani, vagy megpróbáljuk megoldani ezeknek a árvezetését, ezeknek a daraboknak. A befolyt összeget természetesen szintén jótékonysági célra akarjuk fordítani. Csinálunk hangversenyeket mi is. Az is jó pénz. De még ami talán a legfontosabb, hogy mi minden szilvesztert Miskolcon a barlangfürdőbe csinálunk. Ez kb. 80-100 ember tud itt részt venni. Itt a klubtagjaink, illetve klubtársaink közül már többen voltak nálunk. Elég jó buli, van zenekar, vacsora, éjfélig smoking, éjféltől pedig fürdés. A pezsgőt lehet vinni a medencébe, poharat, és nem tudom, hogy hányan ismeritek, de a több helység van ebben a fürdőben, több medence van, és ott ülnek egymás mellett, van, aki smokingban ül benne, és ott elénekelgetnek szép csendesen. De a tavalyi első alkalommal voltak nálunk a kassai klubtársaink, hát nem akartak hazamenni, és nagyon szép nemzetközi ötjévjelkod dalfesztivál alakult ki reggelre, de azt mondták, hogy az idén is akarnak jönni. Sajnos nem tudok mindenkit meghívni, mert nagyon szűk ez a hely, hogy mondom 80-100 embert, de biztos lehetőséget tudunk rá teremteni, hogy mindig tudunk más klubokból vendégeket várni. Hát itt ennek a belépője, ez ugyanaz, mint máshol a bál. Ennek a bevétele az elég jelentős, itt is 10.000 forint fölött van a belépő, és ebből lehet kicsit profitálni, ebből lehet egy kicsit feltöltődni. De aztán pályázatot írtunk a önkormányzatnak, ők is megtámogatták a diszkovács versenyt, aztán saját pénzünkből, amit mi befizetünk. Itt én felírtam magamnak, hogy miből szoktunk mi pénzt csinálni, és ez a négy legfontosabb dolog volt, hogy pályázaton saját pénzből, a diszkovács verseny eredményeből és a szilveszteri mulatságból szoktuk a pénzeket összehozni, amennyit tudunk belőle. Na most még természetesen vannak szponzorok is. Nálunk a klubban van egy klubtagunk, aki szponzorfelelős, ez a beosztása. Ő szervezi a szponzorokat, elég nagy az ismeretségi köre, ő szervezi a televíziót, az újságot, a rádiót az összejöveteleinkre, hogy megfelelő szinten tudjuk magunkat megismertetni. Most nagyon lényeges dolog, amit most fogok mondani. Miskolcon van egy nagy Lions klub. És hogy néha mi olyan ellenségesen gondoltunk egymásra, attól függetlenül, hogy ismertük egymást. És a Lions klub megkeresett bennünket, hogy lenne egy akkora projekt, hogy egyedül ők ezt nem tudják megcsinálni, és fogjunk össze. Ez Miskolcon a repülőtéren a mentőhelikopter leszálló helyének a kialakítása, éjszakai leszálláshoz a kialakítása, mert sajnos a sötétedés után már nem tud leszállni a helikopter, és bizony van, amikor arra is szükség van, hogy éjszaka működjön. És ezt most közösen a Lions Clubbal megcéloztuk. Nem tudom, hogy fog sikerülni, már dolgozunk rajta. Ha ez sikerül, az nekünk nagyon jó lenne, és a Lions-el végre egy jó kapcsolatot építettük ki, ahol nem konkurensek vagyunk egymásnak, hanem segítjük egymás munkáját. Na, mit nem mondtam, igen. Ja, igen, a klubépítés, meg a klubok létrehozása, amiről beszéltünk. A múltkor itt volt nálunk, hál' Istennek, a Tony Posterer kormányzó úr, és neki meséltük el először, hogy szeretnénk új klubot létrehozni Egerben. A titkár úr már elkezdte építeni az új klubot, nem tudom, hogy mennyi idő alatt fogjuk megcsinálni, nekünk kellett majdnem másfél vagy két évig csináltuk, hogy mire összeállt a
klub, úgyhogy működőképes legyen. Jelenleg 34-en vagyunk. Aztán van nekünk ugye egy nagyon jó kapcsolatunk a debreceniekkel, ugye, mert ők alapították, aztán sátorai helyekkel, aztán kassaiakkal, ugye ők vannak a közelben, hát meg a pesti klubokkal is megvannak a megfelelő kapcsolataink. Én szerintem jó kapcsolataink. Olyan szerencsénk volt, hogy a kormányzó úr éppen néhány évet élt Franciaországban, és kiválóan beszéli a franciát. Tehát éppen én is véletlenül néhány évet éltem, és én is viszonylag beszélem a franciát, és megállapodtunk abba. Ja, éppen, és az én felesége éppen véletlenül francia, az én feleségemnek meg éppen véletlenül francia diplomája van, közgazdász diplomája van. És éppen véletlenül az ő sógora a Nancy Rotary Klubnak a tagja. Úgyhogy tegnap kaptam pont a levelet a kormányzó úrtól, amiben értesítette a sógorát, hogy vegyük fel a kapcsolatot, megadta nekem is a paramétereit, úgyhogy közeljövőben nagyon remélem, hogy sikerül velük is fölvennünk a kapcsolatot. Ja, hát új tagok felvétele. Ugye 34-en vagyunk, és szeretnénk bővíteni a klubot. Ez a világelnök úrnak is a kívánsága, azt ugye mindegyikünk megkapta, hogy havonta egy tagot föl kéne venni. Hát én ebben nem bízok azért ennyire, hogy minden hónapban föl tudunk venni egy tagot, de hogy akarjuk fejleszteni a klub tagságot, az egészen biztos, ez megállapodás a klub tagok között. Azt hiszem, hogy én mindent elmondtam. Elnézést, hogyha sokáig feltartottalak volna benneteket, de én nem készültem a beszélgetésre, mint csak ezt az egy projektot szerettem volna, hogyha megmutatjuk nektek a Diszkovács versenyről. Köszönöm szépen!